és lebukott a NAV munkatársa. Titkos információgyűjtések eredményeiről, telefonlehallgatásokról, valamint a velük szemben folytatott egyéb minősített hatósági intézkedésekről tájékoztatta két bűntársán. Az a volt pénzügyi őrtiszt, aki ellen hétfőn emelt vádat a központi nyomozóügyészség. A Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi igazgatóságának állományában szolgált egykori hadnaggyal szemben anyagi előnyért hivatali kötelességét megszegve és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés miatt nyújtottak be vádiratot. És ezzel folytatjuk mindjárt az adásunkat is, mert itt van Horváth András, a Korrupció Ellenes Szövetség alapítója, egykori NAV munkatárs, akiről már nagyon sokat hallottak a nézőink is nyilván azóta, hogy súlyos vádakat fogalmazott meg a NAV működésével kapcsolatban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm! Meglepi-e, hogy még ilyesmi is előfordul? Ez a legutóbbi hír? Igen. Hát nem lep meg, mert ez már nem az első. Korábban volt már akkor egy, úgy tudom, és ez nem ugyanaz az ügy, győri navosokat érintett egy ilyen ügy, ahol adatokat szivárogtattak ki. Ugye a sajtóban azt lehet tudni erről a konkrét hadnagyról, hogy ő megnézte, hogy kik azok, akikkel szemben valami fenyegető eljárás folyik, megkereste őket, és felajánlotta, hogy anyagi ellenszolgáltatás fejében bizalmas információkhoz juttatja a saját, az ellenük végzett vizsgálatról. Igen, erről van szó. Ugye az nagyon lényegesen, hogy kinek adta ki ezeket az adatokat, de úgy tudom, vádemelési szakban van ez az ügy, és a bírósági eljárás is titkosítva van. Azért jó lenne tudni, hogy mi is történt itt a háttérben, de úgy néz ki, hogy sokat nem fogunk megtudni erről az ügyről. Annak idején, amikor ön a NAV-nál dolgozott, akkor ha most eltekintünk attól, hogy milyen ügyek jöttek ki a sajtóban, akkor ott a vállalaton, vagy a NAV-on belül érzékelte, hogy olyan a légkör, olyanok a viszonyok, hogy akár ilyen típusú durva visszaélések is előfordulhatnak? Hát én azért ilyetről nem hallottam, nem érzékeltem. Ezt igazából azoknak kell észrevennie, akiknek munkaköri kötelessége, van egy belső védelmi szolgálat, így is nevezhetjük, ez biztonsági főosztály. Az ugye időnként szúrópróbaszerűen nézi, hogy mivel foglalkoznak a kollégák, és ilyet neki kell kiszúrnia. Én saját magam nem tapasztaltam ilyet. Most az jelent meg egyébként az elmúlt napokban több újságban is, hogy tényleg inog Vida Ildikó széke, nagyon régóta vannak erről találgatások, hogy megy vagy marad, és hogyha megy, akkor miért megy, az ellene megfogalmazott vádak miatt, vagy a Simicska Lajoshoz való kötődés miatt. Ön nyilván sokakkal kapcsolatban áll még, akik a NAV-on belül dolgoznak. Mit tud? Igen, szerintem mind a kettő ok miatt mehetne Vida Ildikó. Én már legalább az ötödik időpontot hallom arra vonatkozóan, hogy Vida Ildikó mikor fog menni. Nagyon régóta inog Vida Ildikónak a széke. Nyilvánvaló, hogy olyan dolgok derültek ki az ő személye vonatkozásában, akár amit én a NAV működéséről mondtam, akár a kitétási botrány miatt, ami után tartatatlan lesz Vida Ildikónak a széke. De akkor közvetlenül utána tartották? Tehát tartják, és ebben az a nagyon érdekes, hogy ugye Vida Ildikó tudjuk, hogy Simicskának az embere, és Simicska cégeinél dolgozott. És nagyon sok vonatkozásában kezdték felszámolni Simicska érdekeltségeit, kormányhoz közel álló érdekeltségeit. Most itt a média, akkor a közbeszerzések, ugye. És hogy nem, a NAV-nál ez nem történt meg. Tehát az látszik, hogy ez egy stratégiai cég, nevezzük így, és itt még annak ellenére, hogy ilyen feszültségek vannak két főember között, a NAV egy tabu, ott nem mernek olyan irányú változásokat eszközölni, vagy csak nagyon óvatosan, mint más területeken. Vajon miért? Hát azt kell, hogy mondjam, ha itt valami komoly vizsgálat vagy átvilágítása neve, egy olyan vezető kerülne esetleg a NAV érére, aki valamennyire független, akkor itt nagyon sok minden borulhatna, itt dinoszauruszok esetnének ki, a dinoszaurusz csontvázak esetnének ki tulajdonképpen. Arra gondol, dinoszaurusz csontváz, hogy azért dinoszaurusz, mert hogy olyan nagy, vagy azért, mert hogy olyan régi visszaélések. Nem, nagy ügyek. Régebbiek is, újabbak is. De ne lélegezzen fel senki akkor, hogyha Vida Ildikót mondjuk eltávolítják, mert ennél jóval nagyobb a baj a NAV-nál, sokkal mélyebben érintik ezek a működési problémák, meg az a korrupciós mechanizmus, ami tulajdonképpen felfedezhető a NAV-nál, az a szervezeti korrupció, azt egy ember lecserélése nem fogja megoldani.
Elindultak ebben az ügyben vizsgálatok, és nem olyan régen Polt Péter azt is bejelentett, hogy végre elővették azt a bizonyos zöld dossziét, amit ugye ön lobogtatott meg először, és amit már sokkal korábban is elővehettek volna. Hol tart most ez a folyamat? Hát én azt mondom, hogy ami eddig történt a NAV-ügyben, ugye másfél éve jöttem ki azzal, hogy mik történtek belül, az a következmények nélküli országimázsát erősíti. Mert igazából komoly vizsgálatok nem, sőt egyáltalán nem történtek vizsgálatok. Arra irányuló vizsgálatok, amiket én jeleztem, arra irányuló vizsgálatok nem voltak. A büntetőügyben valóban folyik eljárás, ott egy gyanúsított van, nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a végeredménye. Minden esetre olyan adatokat adtam át, akár a feljelentéshez, akár a zöld dossziéban, ami miatt már ki kellett volna állni Polt Péternek azzal, hogy miket talált, és milyen súlyos dolgokat lehet tapasztalni a NAV-nál. Ez még eddig nem történt meg. Már nagyon késésben van Polt Péter is. De folyik egy vizsgálat, tehát folyik akár az vizsgálat. Is elképzelhető, hogy előbb-utóbb végig fut valami, és mégiscsak az... Az is elképzelhető, én azért reménykedem benne, és nagyon remélem abban, hogy nem politikai döntés fog születni. Közben az állami számvevőszék is készítette egy jelentést az a NAV működéséről, és hát annak fényében, hogy az állami számvevőszék élén is egy volt fideszes képviselő állt, sokan meg is lepődtek, hogy elég kritikusak voltak a NAV-val egyébként. Mindjárt meg is indult a spekuláció, hogy ez Vida Ildikó eltávolításának a koreográfiájához kellett-e, vagy egyszerűen tényleg egy független vizsgálat zajlott? Hát úgy gondoltam én is, hogy esetleg ez belejátszott, elképzelhető, viszont Vida Ildikó újfent megállapította magáról, hogy nem olyan súlyosak ezek a NAV megállapítások, illetve hogy minden, tulajdonképpen minden rendben van, illetve mindent rendbe hoztak abból, amit az ASZ állított. Hivatalosan szerintem most kell választadni a tételesen az ASZ megállapítását. Már választ adott Vida Ildikó, és kiadott egy olyan közleményt, amiben megint csak öntöményezte a NAV-ot. Mik a legsúlyosabb állítások egyébként ön szerint? Hát az például, hogy a kiemelt adózóknál ugye nem folytattak le olyan vizsgálatokat, amit kötelezően le kellett volna folytatni. Ez egy nagyon súlyos megállapítás. Az is nagyon súlyos, hogy olyan belső szabályozás, ami egyébként az ellenőrzések kiválasztásával kapcsolatban kellett volna, hogy megszülessem, nem született meg, és évekig szabályozatlanul működtek olyan területek, amik az ellenőrzéshez kapcsolódtak. Azért ezek elég súlyos megállapítások, és ezeket nem lehet azzal jóvá tenni, hogy már ezt megoldjuk. Abban az időszakban, amikor ezek fennálltak, ezek nagyon súlyos problémát jelenthettek az ellenőrzéseknél. Meglátjuk, hogy most akkor Vida Ildikó végül is belebukik-e részben ebben, vagy nem bukik bele részben ebben, de azért az adó beszedéssel kapcsolatban nagyon sok, és akár még a NAV-on is túlmutató probléma van. Ezeket akarja Varga Mihály is megoldani, meg a régió összes országa, és találkoztak is az illetékes gazdasági csúcsvezetők most ebben a témában, és azt mondta Varga Mihály, hogy arra jutottak, hogy a fordított áfát kéne bevezetni minél több területen, és ezzel kapcsolatban a régió országai közösen kezdeményezésekkel fognak élni az Európai Unió felé. Ön szerint mit old ez meg, hogyha sikerül? Végre, hogy eljutottak idáig. Én annak idején már 2012-ben, amikor Lázár Jánoshoz fordultam, akkor jeleztem ezt a problémát, és az Unió több szervénél jeleztem azt a problémát, hogy ebben a kérdésben nagyobb mértékű hatósági együttműködés kéne az érintett országok között. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy megtörtént. Viszont a háttere érdekes egy kicsit ennek az egésznek, hogy miért is jött létre ez a konferencia. A főszereplőt igazából Románia, pont az az ország, amelyik nem vett részt ezen a tanácskozáson, furcsa módon. Románia az elmúlt hónapokban egy neutronbombát dobott erre a területre, ebbe a régióba, ugyanis júniustól, nem egészen egy hónap múlva, 9%-ra csökkentik az áfát az összes élelmiszernél. Ez generálhatta tulajdonképpen azt, hogy létrejöjjön ez az egész, hiszen a csalási cselekmények az ilyen együttműködő régiókba átterhelődnek más országokra, hogyha nem történnek párhuzamosan intézkedések ilyen bejelentésekkel, vagy ilyen intézkedésekkel kapcsolatban. Úgyhogy ez motiválhatta ezt a konferenciát, de nem csak a fordított áfa bevezetéséről lehetett itt szó, állítólag több téma is volt, tehát lehet kezelni ezt az ügyet áfa csökkentéssel is, illetőleg nagyon remélem, hogy a későbbi tárgyalási fázisokban szóba kerül majd a közvetlenebb hatósági együttműködés, úgy adóhivatali, mint bűnügyi, mert ez is elég alacsony színvonalon áll, amikor kijöttem, legalábbis elég alacsony színvonalon állt ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta, most híradó következik, utána folytatni fogjuk, és a reklámadó lesz az első témánk.